mindenkit! Én Anett vagyok, és itt van velem Ancsa! Sziasztok, és ez itt egy újabb Kérdezz Felelek videó! Így kora reggel. Hát igen. 9 órakor. Mindegy, kezdjük el! Amúgy nézzétek, kaptam egy tök jó tókot egy sráctól, ami dedikálás, úgyhogy ha nézed a videót, köszönöm szépen. Tök jól is. Most felvettem direkt. Na, eddig akkor is. Kezd! Van kezes nyakláncotok, vagy bármi más? Van. Nekem most a nyakam van jelenleg egy P betű, ez mindig rajtam van szinte, szerintem látjátok, és Anettnek van egy A betűje, csak elszakadta. Elszakadta, ezt de mindenhol magammal viszem. De a szerező is, és akkor Raki is rajta lesz már végül. Igen, remélem. Mikor szoktatok átjárni egymáshoz? 2 hetente, ha lehetséges, igen, akkor próbálunk így találkozni, és általában Anett szokott hozzám jönni, ezt megválaszoljuk a következőt. Igen. Naponta szoktatok beszélni? Általában igen. Igen. Bár van, amikor egy nap nem is beszélünk, vagy csak reggel, vagy csak este. Igen. Hiperaktív a macska. Még a kedvenc tantárgyatok? A videózás. Hogy boldogultok az új tananyagban? Hát elég nehezen. Alig van időnk. Ja, majdnem szinte mindig dolgozat van, és akkor úgy azért nehéz mellette videózni, meg ilyesmi, szóval... Meg videózás mellett tanulni. Bele kell rázódni. Eddig milyen jegyeitek vannak? Vannak jó kis, vannak rosszak is. Kaptatok már beírást, ha ilyen, miért? Nem, én nem. Szerintem én sem, bár egyszer az osztályfőnök azt mondta, hogy most kapok egy beírást, mert ő visszaszóltam elvileg neki, holott csak megkérdezte, hogy mi a baja. Így? Hogy... Mi baj? Így van, éreztem valahogy így. De nem tudom. Hatalma. Anyu, nem kaptam beírást. Nem tudom. Történt már valami ciki dolog a suliban veletek? A suliba? Nekem igen. Neked? Fú, várjatok, most gondolkodom. Meséld, gondolkozom. Nekünk úgy volt, hogy, és hát nekem, hogy mentünk föl a Rubinával, barátnőmmel a lépcsőn. És hát menni akartunk volna föl a lépcsőn, és egy kicsit ilyen szűk a hely, és így nagy menő, tudjátok, így mentünk volna föl, de így egyszerre akartunk felmenni a lépcsőn. És hát úgy volt, hogy nem fértünk el egymás mellett. És akkor én megbotlottam, Rubina megcsúszott, én ráestem, Rubina meg előre. És akkor így szépen leestünk a lépcsőn, így le. És ilyen mindenki előtt. A suliban. Úgyhogy kicsit kellemetlen volt, de hát majdnem sírtunk a röhögéstől. Aztán én mentem föl a lépcsőn, ez egy másik sztori, ugyanaz a lépcső, és a kanyarnál fordulok be, de közben én beszélek a Lilihez, Rubina mögöttem van, és megint belebotlok a saját lábamba, és ráesek a Rubinára. Szóval velem ne lépcsőzzön senki, nem meghalunk. Nekem most csak az jutott eszembe, mikor tesi után siettem, mert ugye nagyon lassan öltöztem át, és majd mindjárt becsöngetnek, ugye futottam ki. Többi osztály jött be az ajtón, de ugye én mentem ki, és kiengedtem. Mennék ki, és fennakadtam ki nincsen. És szóval én megyek, és visszalánt. Olyan ciki volt, hogy mindenki előtt, de még magamon is rögtem. Ha be kellene festeni a hajatokat, mert elvesztettetek egy fogadást, akkor milyen színű festenétek? Először is nem szabad olyat fogadnom, hogy befestem a hajam, mert anya nem engedi. Másodszor én szerintem vagy maradnék a szőkénél, vagy ilyen vöröses lenne, mert ugye most vannak ilyen vörös síkok a hajamban, de színező, ami nem jött ki mai napig. Na mindegy, vagy ilyen szürkés. Te? Vagy ilyen hangos? Nekem. Nem tudom, vagy sötét vörös, vagy sötét lila, vagy fekete. Szóval, hogy én mindenképpen sötét szín, mert hogyha én így befestenék fejére, úgy nézik ki, mint egy öreg vampír. Nem tudom. Igen, amúgy. Nekem nem állna jól a világos. Ettetek már avokádót? Én nem. Fú, az melyik is? Nem az a zöld egészséges. Az a zöld egészséges. Szerintem még nem ettünk. Szerintem. Igen. Hát aminek ilyen nagy magja van, és akkor is családtákban néha. Jártatok táncolni? Igen. És hát én is voltam. Jártunk táncolni. Van valami, amit még a Holdra is elvinnétek, mert nem bírnátok otthon hagyni? YouTube csatorna. Telefonunk, meg a kaját. Telefon, kaja, kamera. Minden egy ilyen eszköz. Zobolnánk a Holdon. És lebegnék. Melyik országba költöznétek, ha itt a zombi apokalipszis lenne?
vagy inkább gamer módra, gamer módra remészárolnátok őket. Fú, szerintem mi mondogatjuk, hogy jaj, de mennünk túlélnénk, de úgy befosnánk. Jó, egy zombi még talán nem olyan, de hogyha úgy egy csapat jön feléd, akkor már... Ez így jön felé, kész, hogy következik, hogy arra törd már meg, hogy ne inkább te is így lögdösték egymást. Hogy ilyen keményen elindulunk. Hú, ezek hányan vannak. Hogy melyik országban? Nem tudom, ahol nincs apokalipszis és biztonságos. Hát olyan nem biztos, hogy lenne. Igen. Hogy a legeldugottabb, legel... Csernobilban. Jézusom, végjeztem, várjál! Nem ott, ahogy nem lenne kaja, úgyhogy az rossz döntés. Majd viszünk. Nem tudom. Valami fánkos bódéval megyünk. Mit kértek karácsonyra, lesz karácsonyi kívánságlistás, Vivi? Az a baj, hogy régen, amikor ugye gyerekek voltunk, akkor persze voltak, hogy kérünk játékokat, meg ilyesmi, de most már szerintem vagyunk azon a szinten, hogy így már nem várunk el semmit a szülőktől, és tulajdonképpen már megszereztük magunknak azokat a dolgokat, amire szükségünk volt, igen. És így fogalmunk sincs, hogy, és itt legalábbis nekem fogalmam sincs, hogy mit kérek édesanyától, úgyhogy nem tudom, amit kapunk most, hát már én örülni fog egy kis ajándéknak is, természetesen. Legyen kaja. Jó, macska? Kapunk. Az az állvány. Menjen meg. Milyen házi állataitok vannak? Nekünk, vagyis nekem a halaink van. Igen, mert nagyon sokan még abban a hitben élnek, hogy Anettnek van cicája, ugye? De már nincs, mert anyukámnak volt egy barátnője, aki már kertes házban lakik, és ő mindenképpen egy völött cicát szeretett volna, úgyhogy anya odaadta neki. Hát, nekem most van egy cicám. Szegény, hogy néz ki így. Ez a mancsadzsak vagy? Ezt most szereztem. Most ebben a pillanatban. Gyorsan találtam, aztán van egy kutyám, vannak nekünk is halaink. Nem akarja támadni a között. Jézusom, nagyon ijesztő. És tulajdonképpen szerintem így ennyi. Most, hogy két csatornátok van, még külön mennyivel leszük kevesebb videó? Ugyanannyi videó lesz két naponta, megpróbáljuk ezt összehozni, és eddig is úgy volt, hogy két naponta. Bár sokan írták, hogy Anett Ancsa, miért nincs videó, amikor ugyanúgy két naponta van ott is videó, attól még a másik csatornákra egy-egy videót hetente rakunk ki. Úgyhogy főcsatorna az főcsatorna marad két naponta. És annyival írják, hogy úristen, most szép megy az Anett és Ancsa. Dehogy megy szét. Miért menne szét? Attól még, hogy van két külön csatornák. Az nem azt jelenti, hogy szét, hogy az Anett Ancsa, mert ez a fő csatorna, és ez marad. Azok csak mellék. Ez mindig itt lesz. Így jobb. Mióta ismertek egymást? Hamarosan 5 éve, nem? Uh-huh. Hú, de öregek vagyunk ma. Vajon, milyen mondom? Pontosan. 1697 napja. Ó, 3 nap és 1700. Ami 4 éve, 7 hónapja és 23 napja van. Úristen. Mi a kedvenc közös zenétek? Nagyon sok van. Igen. Van egy külön lejátszási listánk a telefonunkban, ami olyan da számok vannak. Ezek így a közös kedvencek. Nagyon sok van. Uh-huh. Mindegy. Tényleg majd el kell küldened őket, mert igen. Még nem volt. Nem szerettem. Van titkos kézfogásotok? Nekünk titkos pacsink van. Az melyik? Ja, tényleg. Mindig pacsit próbáltunk egymásnak, de sose sikerült. Igen. Úgyhogy ez. Milyen filmeket szoktatok nézni? Horror. Általában, amikor Anett nálam van, vagy így együtt vagyunk, akkor ha van időnk, akkor horrorfilmet szoktunk nézni. Igen, amit nem engednek, de akkor is. Melyik videótok áll hozzátok a legközelebb? Szerintem a ti kettőtek meg a tipusok videó az, amit igen. Nagyon szeretünk csinálni, és élvezettel csináljuk. Mit szoktatok csinálni, ha egyedül vagytok a lakásban? Mármint így ketten együtt egyedül vagyunk, vagy külön? Csak mondjuk el mindkettőt. Most például egyedül vagyunk és videózunk. Általában videózunk, kihasználjuk a csend. Lehetőséget, ugye, hogy csend van, és nem zavar minket senki. Igen. És amikor egyedül vagyunk, akkor úgy szint megint videózunk, szkálunk. Vagy tanulásban. Vagy tanulás, alvás, vagy csak úgy olvasok. Nézzük valami videót. Igen, ilyesmi. Egy óvodában jártatok? Nem. Mivel Szalaegerszegen meg pesti vagyok. Nem. Kempingeztetek már? Én egyszer, és akkor is én is. Arra kértem, hogy egy sáska itt van a fejemnél, úgyhogy... Soha többé! Igen.
Szoktatok kirándulni? Osztálykirándulás. Mikor kicsi voltam, akkor anyáik mindig elrángattak kirándulni, túrázni, ugye én utáltam, és mai napig nem szeretek menni, úgyhogy biztos, hogy nem megyek soha. Én sem nagyon megyek. Semmi pénzért. Kivéve, hogyha valami külföldi helyet kell végigsétálni. Na, az jó. Mi a kedvenc állatotok? Cica, aki most megeszi, vagy megtámadja, vagy nem tudom, mit csinál az állványjal. Most már a papucs. Belépett a papucsba. Szóval a cicák. Én az oroszlánt szeretem, meg a farkast. Meg a lettet is, természetesen. Vagy sorcsát. Mi az, amit mi nem tettetek meg, de mindig is szerettetek volna megtenni? Én a könyvírásba gondolkodtam, hogy nagyon szeretném, de még nem tettem meg, hogy kiadjak egy könyvet. De szeretném. Na majd most. Megyek, sziasztok. Biztos mindenki elolvasná. Lehet, nem tudom. Nem tudom, hogy mondjuk. Körbejárni az egész világot, de még nem tettem meg. Adtatok fel már valamit azért, mert máshol annak tartok miattok? Szerintem nem, mert nem érdekel más ember véleménye. Mármint ha negatív, természetesen a pozitívat meghallgatom nagyon szívesen, de ha én úgy érzem magam, hogy nekem az jó, meg szeretem, meg ilyesmi. Tegyük föl mondjuk a videózás, hogy más furának néz, meg hülyének néz, hogy én videózok, megteszek föl izét, akkor az engem nem érdekel, mert csak féltékenyek, meg ilyenek. De szerintem nem volt. Max, mikor még kisebbek voltunk, és nagyon befolyásolhatóak. De amúgy nem tudom, már nem emlékszek el. Én sem nagyon. Amikor általános suliba jártatok, és eljött az idő, amikor meg kellett mondani, hogy hova akartok tovább menni, akkor tudtátok, hogy hova mentek, vagy fogalmatok se volt. Én már 7. osztályban eldöntöttem, hogy az Európa 2000-be fogok járni, és valahogy így, ez így alakult, és oda járok majd napig. Fú, hát nekem nagyon nem volt elképzelésem. Mert te ugyanis oda. Először a Kölcsébe akartam jelentkezni, de utána meg azért értem vissza, mert ugye ott nagyon keményen kell tanulni, és az Aviba is persze kell tanulni rendesen, de ott még jobban, és akkor még kevesebb időm lenne ugye mindenre, mert ahogy hallom az egyik barátnőm, hogy mennyit kell tanulnia, én szerintem nem is bírnám. Úgyhogy sorrendet változtattam, és maradtam a régi sulimba. Szerintetek melyik az eddigi legjobb és legrosszabb videótok? Legjobb? Hát, legjobbak szerintem is azok, de a legrosszabb az a régi Jelly Belly Beans videónk. A legelső, ami már privátban van, úgyhogy nem tudjátok megnézni. Úristen, és hányan látták? Nagyon sokan látták, nagyon sok like, de ugyanúgy nagyon sok dislike is jött rá. Amit megértek. Megértjük, mert megnéztük, és még nagyon ilyen gyerekek voltunk, és borzalmas volt, úgyhogy ezért csináltunk egy másikat, ami már igen, kicsit jobb lett, de még szerintem az is szörnyű, úgyhogy lehet, hogy csinálunk még egy 3.0-t. Erről itt eszembe majd csinálhatnánk ilyen reakciót a régi videókra. Igen, akkor valószínű beletesszük, de ez már privát, úgyhogy nem látjátok. Halazod meg. Szóval szóval hogyha ennek örülnétek, akkor írjátok meg. Meg talán azok a videók, amik még az aszkefemes videók. Úristen! Az egyik még azóta is privátban van, az ki se raktuk. Igen, de amúgy a többi elvileg meg lehet nézni, de nagyon borzalmas régi videók, úgyhogy... Amúgy azt bírom, hogy mai napig kommentelnek az ilyen régi videók alá. Igen. Meg ezt a... És nem veszik észre, hogy 2 éves videó. Kinézi ezt 2016-ban. Milyen rész? Ha valaki ír nektek Messengeren, akkor meg szoktátok nézni? Nem. Vagyis hát nekem van 295 üzenetem jelenleg. 200 után azt mondjuk törni. Vagy mi az? Ilyen szürkébe rakja. Szóval, tudom, nekem 113. Van, amilyen fekete. Többi meg szürki, mert ezt már kitűröm. Nem tudom, hát nem nagyon szoktuk nézni a Messenger üzeneteket, inkább az e-mailre szoktuk válaszolni. Igen. De ha néha, nagyon ritkán így átpörgetem, hogy mit írtak, de amúgy nem nagyon szoktam visszajelezni, mert már volt ilyen, hogy egyszer-kétszer válaszolt, és akkor azt hiszik, hogy onnantól kezdve mi
best friends forever-ök vagyunk, és akkor mindig írnak, és ugye én nem tudok így foglalkozni külön. Igen, mert Messengeren azért vagyok fel, hogy a barátaimmal beszéljük. Igen, de még azokkal is nagyon ritkán. Igen. Tudunk így időt fordítani, úgyhogy nem szoktuk. Van kedvenc férfi és női? Női videósotok? Hát nekem a férfi a Markiplier, amit sokszor elmondtam. Már is női... Szerintem nincs. Hát nekem a boyfriend vs girlfriend, ugye ez női férfi is egyaránt, ugye két párról. Szóval én őket nagyon szeretem, szóval ugye női férfi bőgye. Megvan mindkettő, meg PewDiePie-t szoktam nézni. Őt én is néha, meg a Máciát is. Igen, hát ugye, de így kedvenc tulajdonképpen nincs, mert nem szoktam nézni senki. Én akire minden nap ránézek, az a Markiplier. Mit csinálnátok, ha valamilyen ismeretlen módon törlődne a YouTube fiókotok minden privát és nyilvános videóval együtt, nagyon menne lefelé a nézettségetek? Mivel törlődne a csatorna, nem lenne már nézettségünk se ugye, és hát ez egy nagyon trauma, hatalmas trauma lenne. Hát az biztos. És nagyon nehéz lenne újra kezdeni azt, amit már több éve így nagy nehezen felépítettünk, úgyhogy iszonyúan rossz lenne. Uh-huh. Biztos, hogy lenne. Egy fél vagy egy éves kihagyásban mire vissza. Ja, hát nagyon-nagyon nehéz lenne, úgyhogy borzalmas lenne. Úgyhogy ilyen ne legyen. Ezért van megmondhatatlan jelszó. Amúgy, amit még néha mi is elfelejtünk. Ha választanatok kéne a gameplay és a vlog között, melyiket választanátok? Ez egy igen jó kérdés, szerintem vlog, mert azt nagyon szeretik és jobban érdeklik szinte néha az embereket, hogy mi hogy vagyunk meg ilyesmi, mert ugye a típusok, meg a ti kértétek a legnézettebb videóink, úgyhogy az nyilván meg vlog. Meg ugye a vlog az igazából eredeti, a játékot pedig bár is csinálhatja, viszont a vlogba, tudom, te találok ki a dolgokat, hogy magyarázzam. Igen. Szóval sokan játszanak Minecraft-tól is például, de nem csinálsak más ti kértét. Igen. Mi a kedvenc, vagy melyik a kedvenc sportágatok? Röplabda. Én a kosárlabdát szeretem nagyon. Már kíváncsi vagyok. Ez fájt. Tam-tam-tam-tam-tam. És csak ezen nem benne tudod. Egy ilyet kaptunk, YouTube-díj! Tam-tam! Tadadam! Tam-tam! Kieste és összeköd! Meg lett a YouTube-díjunk 3000 feliratkozóra! Úgyhogy nagyon szépen köszönjük! Picit megkésve már lassan szállnék, hogy nem tudom, de megkaptuk. És nagyon szép. Szóval, nagyon szépen köszönjük. És meg tudjuk magunkat. Jó, mit nézünk ki benne. Szóval ezzel a kis dologgal fejezném be ezt a csodálatos kérdezz vele videót. Mindjárt visszateszem. Ó, bakker. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a 100 000 feliratkozót még egyszer, és hihetetlen, hogy mi is kaptunk egy ilyet, úgyhogy ennyi lett volna már, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. A következő részben találkozunk. Sziasztok!